Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök időben című hírháttér műsorunkat látják. Vendégünk a stúdióban Márki-Zay Péter polgármester. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Polgármester úr, rendkívüli közgyűlést tartottak elsősorban a földadó rendelet visszavonása miatt, de más témák is voltak. Kezdjük a földadóval, bár nagyon sokszor beszéltünk róla, simán átment a visszavonás. Igen, nem volt kérdéses. Őszinte legyek, mi amikor ezt tavaly elfogadtuk, akkor is, hogy mondjam, nagyon valószínűleg tartottuk, hogy ugyanúgy, amikor két évvel korábban tettünk erre egy kísérletet, akkor a Covid-ra hivatkozva tiltotta meg a kormány ennek a kivetését. Gondoltuk, hogy most is meg fogják akadályozni valahogy, hogy Hódmezővásárhelynek legyen ebből bevétele. Mi eleve 100%-ban a szegények között rendeltük szétosztani ezt a pénzt, tehát nem a város költségvetésében, nem a működésünkre ment volna. Most, hogy megszűnik, mintegy 20 000 forinttal kapnak kevesebbet azok a nyugdíjas rászorulók, akiknek decemberben egyébként is fogunk adni majd egy támogatást. Tehát az ő 20 000 forintjuk áll szemben nagyon sok nagyon tehetős emberrel, Lázár János rokonságával, barátaival, strómanjaival. Ami nagyon fontos, hogy nem csak, hogy ez volt az országban az egyetlen olyan földadó, amit 100%-ban a szegényeknek adtunk oda, hanem hogy természetesen nem gazdáknak kellett fizetni, hanem olyan tulajdonosoknak, akik nem maguk művelték meg. Nem Hódmezővásárhely volt az első, aki ezt a törvényt használva ilyen adót, települési adót vezetett be. Mintegy 135 másik, többnyire fideszes önkormányzat már ezt megtette. És maga az egész ötlet Hódmezővásárhelyen is Lázár Jánostól származik, aki 2016 áprilisában javasolta azt a közgyűlésnek. Tehát amit ő most kuláküldözésnek hív, azt saját maga javasolta. Ennyit a visszásságról. És természetesen az is fontos tudni, hogy ezt 14-15-ben a Fidesz vezette be. Tehát nem volt korábban földadóra lehetőség Magyarországon, a Fidesz országgyűlési frakciója vezette be, sőt, amikor ezért őket az akkori ellenzék Jobbik támadta, akkor Lázár János védte meg a földadót, hogy ez milyen nagyszerű, és hogy nem fogják megszüntetni. De hogyha már benne vannak az adó megszüntetésben, akkor diszkriminatívnak tartom, hogy csak a nem földművelő földtulajdonosokat illeti meg 5 éves szerződés esetén, ugye SZIA-mentesség is. Most viszont mindenkit, aki például pénzt betesz a szóval együtt, mint egy 13-15%-os extra teher sújtja, ugye akik megtakarításaikat elhelyezték valahol, de sorolhatnám azokat a terheket, amit ha már a gazdákat akarják meg segíteni, miért nem tiltják meg a például a mezőri járulékot, és sok mindent tudnék sorolni. Azok az üzemanyagárak is, amit a gazdálkodóknak kell fizetni, azok nagy mértékben sújtják őket, nehezítik. És sorolhatnánk még, hogy hogyan tudnák még segíteni. Még egyszer, fideszes földadó volt, Fidesz vezette be, Vásárhelyen Lázár János javasolta, 135 fideszes település is bevezette, de mi vagyunk az egyetlenek, akik a szegények között osztottuk volna szét. De polgármester úr, hogyha amúgy is látszott, hogy meg fogják támadni ezt az adónemet, mert Hódmezővásárhely, mert Márki-Zay Péter vezette önkormányzat, határozott róla és döntött róla, akkor így utólag nem lett volna célszerű, utólag mondhatjuk azt, hogy nem lett volna célszerű mellőzni ezt az adónemet? Lehetett volna ilyet csinálni, de őszintén szóval Fidesz azt hazudta a vásárhelyieknek, azoknak is, akiket nem is érintett ez, hogy a mi szándékunk az, hogy bevezessük. Tehát én azt gondoltam, és erről vita volt a közgyűlési frakciónkban is. Tehát mi, a Mindenki Magyarországon Mozgalom és a Tiszta Vásárhelyet Egyesület frakciója, erről amikor vitatkoztunk, a saját képviselőtársaim is ugyanezt a kérdést tették föl, és én azt mondtam nekik, hogy úgyis ezzel támadnak bennünket, úgyis ezt fogják hazudni, hogy be akarjuk vezetni, mondom, akkor ha bevezetjük, akkor legalább mindenki megnyugszik, hiszen itt több ezer ember retteget, hogy ez őt érinti, míg végül azt hiszem 500 embert érintett mindösszesen, tehát azok a kis földtulajdonosok, kiskert tulajdonosok, akiket ezzel riogattak, ezzel a hazugsággal, a migránsozás, a melegezés, a háborúzás és az összes egyéb hazugság után, most megnyugodhattak, hogy rájuk egyébként sem vonatkozott volna. Úgyhogy én voltam az, aki mindenképpen azt mondtam, hogy ha már úgyis ezzel támadnak minket, akkor vezessük be, használjuk egy jó célra. Ha megszüntetik, akkor most a lábam nyomát is megcsokolhatják a fideszes földtulajdonosok, hiszen csak miattam szüntették meg az egész országban is. Úgyhogy én most nem azon siránkozok, hogy Hódmezővásárhelyen nem tudunk a szegényeknek segíteni, hanem szeretettel gratulálok az összes, az ország összes földtulajdonosának, akit eddig a Fidesz földadóvasújtott, most miattam nem fognak tovább földadót fizetni.
Egy másik téma a nyugdíjas lakóparkhoz kapcsolódott a közgyűlésen, itt már nagyobb vita volt. Végül is milyen döntés született a nyugdíjas lakópark üresen álló lakásaira vonatkozóan? Hát sajnos én nekem ez egy, a tegnapi sikeres közgyűlésünknek ez egy fájó pontja volt. Én magam például Kis Andrának a javaslatait is támogattam, hogy ne az igazgatóság, hanem a pénzügyi bizottságnak legyen a hatásköre például árengedményt adni, annak érdekében, hogy ki tudjuk adni az üresen álló lakásokat. Ő maga nem szavazta meg a saját javaslatát sem, hát sikerült elérni a közgyűlésnek azt, hogy most megint hetekig, hónapokig nem tudunk ár csökkentéssel eladni, kiadni üresen álló lakóegységeket. Természetesen nem adtuk föl, hogyha jönnek majd az árajánlatok, akkor akár egyesével is rendkívüli közgyűlést fogunk összehívni, és amennyiben lesz 8 képviselő, aki ott lesz és megszavazza, akkor az egyes jelentkezőknek az ajánlatait majd elbíráljuk, elfogadjuk, és remélhetőleg elkezdhetnek végre beköltözni a lakóparkba. Nem túl operatív döntéshozatal, hogyha mindig a közgyűlés elé kell vinni. Ezért volt egy ilyen javaslatunk, igen, hogy ez az igazgatóság legyen. Még egyszer mondom, Kis Andrea a saját maga által sem támogatott javaslatával is egyetértettem, hogy legyen ez egy bizottság. Én a pénzügyi bizottságot javasoltam ott rögtön. Sajnálom, hogy nem fogadta el a közgyűlés. Ezzel nehezebb, bonyolultabb dolgunk lesz, de semmi gond, akkor 15 embert fogunk majd mindig rángatni, hogyha valaki egy ajánlatot akar tenni a hivatalos árnál, ugye most 20%-ig adtunk volna lehetőséget a meghatalmazottaknak arra, hogy megalkudjanak és odaadják ezt. Ha nem ezt szeretné Cseri Tamás vagy Kis Andrea, akkor majd mindig össze fogunk hívni egy közgyűlést, és remélem, hogy részt is vesznek rajta, és meg is szavazzák majd ezt, hiszen a város érdeke az, hogy ne álljanak üresen ezek a lakóegységek. Hány ilyen lakóegység van üresen? 8 van ilyen, és most azóta megnéztem, vagy hallottam már, hogy 3 nincs még felújítva, de hát 5-öt akkor is ebben a pillanatban is ki tudunk adni. Annak a 3-nak a felújítása helyett most más felújításokat végzünk. Amikor azt látjuk, hogy ez az 5 már el fog menni, akkor természetesen ezt a 3-at is fel fogjuk újítani. Miért alakították át társasházzá a Petőfi utca 6 szám alatti ingatlan? Sok különböző célra használjuk ezt az ingatlant. Bán Csaba az egyik, aki használja is, illetve az ő általa vezetett egyházközséghez tartozó Szőnyi Benyámin iskola. Ők hivatalosan is megkapták tőlünk, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, mielőtt bárki azt gondolná, hogy mi nem támogatjuk akár az oktatásügyet, akár a református iskolát. A Szőnyi Benyámin iskola, vagy a református oktatásügy soha semmit nem kapott ettől a várostól, amíg fideszes vezetése volt. Mióta én vagyok a polgármester, azóta nagyon kedvező áron, szinte ingyen. Kaptak egy nagy darab telket az Ó-templom, az Ó-gimnázium telkéből. Felajánlottuk nekik iskola célra az Ó-templom, a szemben lévő Ó-gimnázium épületét. Sajátos érdekes módon nem ezt fogadták el. És az oktatási igényeiket maximálisan kielégítve mi a Petőfi utca 6 szám alatti épület emeletét is átengedtük nekik ingyenesen, a törvény által engedett idő szerint. Nos, ezek után rendkívül barátságtalan, hogyha éppen ez a közösség, vagy éppen Bán Csaba személyesen mindenféle aljasságokkal vagdalkozik. Én nem örülök ennek, azt gondolom, hogy nagyon hálásnak kell lenni a református közösségnek, hogy a Fidesznél mi sokkal jobban támogatjuk. Mert mivel őket vagdalkoznak? Hát mondom, ami nekem nagyon fájó az, hogy illegálisan elfoglalták a földszintet, most ezt letagadja, mutassa meg azt a szerződést, ami alapján az neki járt. Szeptemberben beköltöztek oda, azt nem mondja, hogy amikor elfoglalták, és még a rezsijüket is nekünk kellett volna fizetni, akkor írtunk egy megállapodást arról, hogy amit ők elfoglaltak illegálisan, annak a rezsijét is nekik kell fizetni. Ez nem megállapodás, ettől még ő illegálisan foglalta ezt el. Ugyanígy a mosdóból, WC-ből kizárni a munkásokat, akik ott dolgoznak, ez egy alantas dolog volt, nagyon nem szép, és ezt is letagadja, de hát akkor kérdezzék meg a munkásokat, akik ott voltak, meg azt is, hogy akkor miért kellett oda vinni egy toj-toj vécét. Bán Csabát kerestük ebben az ügyben, szerettük volna megszólaltatni, hívtuk ide a televízióba is, először úgy volt, hogy jön, aztán végül nem élt a lehetőséggel, ezt meg kell, hogy jegyezzem a beszélgetésnek. Igen, azért van tisztességes, hogyha él a lehetőséggel, vagy akár még egyszer, én azt gondolom, hogy nekünk a személyes kapcsolatunk bőven lehetővé tenni azt, hogy ezeket megbeszéljük. Nagyon szomorú vagyok, hogy egyházi fenntartók közül egyedül ő az,
aki mindenképpen ragaszkodik ahhoz, hogy az Európai Alapjogi Chartával és az alkotmánnyal ellentétesen a várostól térítésmentesen tulajdonba kapjanak ingatlanokat. Ez alkotmányos alapelvbe ütközik, a várost, hogyha elvesznek véletlen ingatlant, akkor kártlanítás illeti meg, tehát nem lehet csak úgy egy törvénnyel valakinek az ingatlanját elvenni. Ezt a kommunisták csinálták legutóbb ugye 47-48-ban, és annak is egy jóvátétel lett a vége, ugye a 90-es rendszerváltás után. Én most ugyanilyen biztos vagyok abban, hogy ha egyszer ez az új mai kommunista korrupt rendszer, ha megbukik, reméljük minden hamarabb, Jóisten segítségével, akkor ezeket természetesen nem csak a lopott vagyont kell visszavenni a tolvajoktól, hanem kártlanítani kell azokat a tulajdonosokat, akiket most nagyon komoly károk érnek. A HTKT ügye is többször szerepelt már itt a stúdióban is, a beszélgetéseink témája volt. Történt-e valami HTKT ügyben? Hát Lázár János itt is beváltotta azt a fenyegetését, hogy semmiben nem támogatja, magyarul mindenbe akadályozza majd Vásárhely szabadfejlődését. Én azt látom, hogy az a három térségi polgármester, akikkel most együtt vagyunk a kistérségi társulásban, és ez a kistérségi társulás látja el a szociális feladataink nagy részét, tehát ők maguk javasolták és megszavazták a kistérségi társulás idén december 31-i feloszlatását. Ezt először szerényen elhallgatták, és engem okoltak azért, hogy hát ez milyen felelőtlen döntés. Akkor, amikor emlékeztettem a nagy érdemi közönséget, hogy az a Báncsaba, vagy az a Szél István, aki most ezt ilyen felelőtlennek és elfogadhatatlanul tartja, ezt ő maga javasolta, és ő szavazta meg. Érvényes ez a döntés, megjegyzem. Tehát nem tudják visszacsinálni azt a döntést, amit egyhangulag hoztunk, hiszen ők hárman ezt nem tudják megmásítani. Tehát egy érvényes döntés alapján megszűnik a kistérségi társulás idén, december 31-én, pont. Mi tovább fogjuk működtetni? A vásárhelyi tulajdonban lévő ingatlanokban, vásárhelyi tárgyi eszközökkel és a mi személyzetünkkel működő intézményeket változatlan formában. Ugyanezt megtettük például a Bölcsidék esetén is, amit akkor természetesen elfogadtak a polgármestertársaim is. Most úgy látszik, új utasítást kaptak a főnöküktől, most valamiért az az utasítás, hogy mindent akadályozzanak. Mi kitartunk amellett, hogy Vásárhely vagyonát nem adjuk át sem Mincentnek, sem Márténak, sem Székutasnak. Mi ragaszkodunk hozzá, hogy a városi intézményekben a város döntsön. Ne herdálják szét, ne sanyargassák a dolgozókat, ne sanyargassák az ott lakókat, továbbra is jó színvonalú oktatást vagy ellátást fognak kapni, erről mi gondoskodni fogunk. Vásárhelynek pedig jogában áll saját magának döntenie a saját intézményeiről. Polgármester úr egészen biztos abban, hogy a három polgármester nem önállóan, hanem valaki más utasítására dönt úgy, ahogy? Természetesen. Megkezdődtek itt a szomszédságban, a sarokház előtti területen a munkálatok. Mi minden fog itt megvalósulni jövő év májusig, hogyha jól emlékszem a dátumra? Igen, valóban egy 10 hónapos időtartamot kapott a kivitelező arra, hogy a belváros 2-3-as ütem, belváros felújításának 2-3-as ütemét elvégezzék. Újra parkosítjuk ezt a részt, reményeink szerint részben átrendezzük, részben növeljük a zöld területet, azaz olyan területek is zöld területbe lesznek vonva, amelyek sajnálatos módon lettek aszfaltozva vagy térkövezve korábban, tehát igyekszünk kitágítani a zöld terület részt, és a Kossuth tér többi részéhez hasonlóan egy parkos, árnyas, kellemes helyet kialakítani, valami vizes, interaktív játékkal, ugye ez a specifikációban szerepel is. Ezen kívül egy olyan fő közlekedési útvonalat szeretnénk járhatóvá tenni és megnyitni, ami a tér közepétől az Oldakosár és Árpád utca irányában, ezentúl majd a templom mögötti védőfalon keresztül haladva, a Cseresnyés kollégium mögött kiérve az Oldakosára egy gyalogjárdán lehet majd közlekedni. Mi ugyanezt a lehetőséget természetesen a másik haránt irányba is megteremtjük, az Ótemplom mögött elhaladva a Halacskás kút és parkoló leendő kétszintes parkoló lemez irányába is szerintem lesz forgalom ezen a téren. Tehát a belvárost fogjuk rendbehozni, átjárhatóvá tenni. Ennek a folytatásával majd az egész Andrási, Szőnyi, Csengettyűk az Oldalkosár területet fogjuk egy nagyon szép parkosított
mondjam, élhető, járható térre alakítani. Ennek ezért fontos lépcsője is a főtér megújításának a befejezése. Van, ahol nem lehet zöldíteni az utakon, igen, de az utakat rendbe kell hozni időről időre, és most több utcában is aszfalt szőnyeget terítenek. Hogy áll ez a munka? Hát aminek nagyon örülök, hogy múlt héten már a Nap utca és a Futó Mihály utca elkészült. Most folyamatban vannak a Kistópart utca, Erdélyi, Almási és Búza utcák, illetve ezeknek jelölt szakaszai. Ezen kívül, és ez a jó hír ugye, hogy már most előre adott munkálatok zajlanak az elkerülő útunknak, ha úgy tetszik, legalábbis a Bagoly vár melletti körforgalom terhelését csökkentendő, a Laktari melletti körforgalmat Síp utcával összekötő Tóth Malom utca vagy Szennyvíztelep melletti út munkálatai is zajlanak, ez egy nagyon jelentős beruházás. Itt az eddig teljesen hiányzó útszakaszt fogjuk elkészíteni teljes szélességben kétsávosra, de kerékpárút, közvilágítás és a maradék szakasznak a tervezésére is már most pályázatot írtunk ki, és nem olcsón, de tudomásul veszük, hogy a mérnöki munkaóra is drága, úgyhogy 10 millió forintért fogják elkészíteni a terveket. Ezt is megpályáztattuk sikerrel, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan készülnek a tervek is. Amint ez megvan, akkor azt is megpályáztatjuk és folytatjuk ezt az építkezést. És végezetül egy jó hír, nem csak a kátyúzás alatt szépen, hanem van egy nagyon jelentős új kishomoki forgalmas út, ugye a Bordás utca, ennek az aszfaltozására is már pályázatot írtunk, én kíváncsian várom, hamarosan készhez kapjuk majd, hogy eredményes lett-e, és mennyibe kerül ez nekünk, és ha az összeg megfizethető, remélem az, akkor természetesen ez a munka is hamarosan elindul. A Tiszta Vásárhelyért Egyesület pályázott az egyik helyi hipermarketnél egy néhány százezer forintos támogatásra, egy-egy kupont kapnak a vásárlók, amit aztán bedobhatnak a vásárlás után a három lehetséges pályázó egyesület egyikének a dobozába, nevezzük így, és aki a legtöbbet kapja, az kap talán 400 ezer forintos vagy 500 ezer forintos támogatást, és némileg kisebb összeget kap a második, harmadik helyezett. Ebből politikai ügy lett, és a Tiszta Vásárhelyért Egyesület visszalépett ettől az akciótól. Hogyan értékeli ezt a esetet? Én azt gondolom, hogy jó döntés volt a visszalépés ebben az esetben. Én azt remélem őszintén szólva, hogy lesz, mint ahogy eddig mindig volt, vásárhelyen kellő számú, nagyvonalú ember, aki megteheti azt, hogy néhány tízezer vagy néhány százezer forinttal is támogatja ezt a százszor szép programot. Ez a női méltóság. A szegény, rászoruló néprétegben is a női méltóságnak a biztosítására, egy ilyen higiéniás termékcsomag ajándékozásáról van szó. Sok más szervezet, egyesület és a többi is hasonló programokat csinált már más településeken. Itt az ideje, hogy Hódmezővásárhelyen is tudjunk segíteni az asszonyoknak, lányoknak. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos program. Az valóban kritizálható, azt gondolom, hogyha ugye nyilvánvalóan a Tesco nem akar politikai pártokat támogatni, ez szerepelt a kiírásban, és politikai célra nem ad pénzt. Semmi nem tiltotta azt, hogy a Tiszta Vásárhelyért Egyesület pályázzon, tehát nem, a politikai egyesületeket nem zárták ki, csak a politikai pártokat, és azt senki nem vitathatja, hogy úgy, ahogy az ételosztás sem politikai cél, úgy a vásárhelyi lányok és asszonyoknak a megsegítése szintén nem politikai cél. Tehát én szerintem nem hibáztak akkor, amikor pályáztak, de tudomásul vesszük, hogy vannak ma Hódmezővásárhelyen olyanok, akik árgus szemmel nézik, hogy mibe tudnak belekötni, és nyilván itt lehetőséget kaptak arra, hogy ismét egy nagyvállalatot fölhívva és megfenyegetve és zsarolva és fenyegetve a mi pályázatunkat megtámadják. Mi elsősorban nem is a Promenád és nem is Lázár Jánosnak a társasága miatt gondoltuk azt helyesnek. Nem én, hanem ennek a akciónak a szervezője, amiről én utólag értesültem, de egyetértek vele. Tehát nem Lázár János miatt vonták vissza ezt, hanem a Tesco miatt. Tehát nem akartuk a Tesco-t kellemetlen helyzetbe hozni. Elég nagy vállalat ahhoz, hogy talán a kormányzati nyomásnak egyébként ellen tud állni, de tudjuk, hogy olyan törekvések vannak, éppen Lázár János részéről megfogalmazva, hogy ezeket a nagy multicégeket is kiüldözzék az országból, oly sok másik cég után, és lehetőleg csak náluk lehessen valószínűleg rosszabb minőségű, sokkal drágább élelmiszert venni. Tehát miután egész más iparágakat, az energiaszektor, a bank, a biztosítás, a magánegészségügy, hogy ne mondjam, a földek, erdők, kastélyok és trafikok után,
most egy újabb iparágat, az élelmiszer kereskedelmet akarják magánosítani, drágábbá tenni és rosszabb minőségűvé tenni. Telekomot nem soroltam, ugye most a Vodafone felvásárlásával már a piac nagy része Fideszes kézben van, mindig drágább lesz, mindig rosszabb lesz. Ez sajnos bekövetkezhet. Nem szeretnénk alapot adni, hogy a Tesco-t kiüldözzék Magyarországról, a Fidesznek úgyis van már elég ilyen törekvése. Még egy kérdés erejéig maradjunk ennél a témánál. A cél, amit az Egyesület kitűzött ezzel az akcióval, valóban nem politikai cél. Nem. Ugyanakkor úgy alakult a magyar politika, nem csak Hódmezővásárhelyen, hanem szerte az országban, hogy bizonyos településméret alatt jellemzően egyesületek indulnak jelölő szervezetként, hol párttal, hol párt nélkül a választásokon. A Tiszta Vásárhelyért Egyesület is jelölő szervezet volt, és mondhatom a másik oldalon a Szeretem Vásárhelyt Egyesületet, amelyik ugyancsak jelölő szervezet volt, és ők is végeznek olyan munkát, aminek nincs direkt politikai célja, de közben jelölő szervezet. Tehát nyilvánvalóan ők is tiltakozni fognak az ellen, hogy közpénz, nem is egy Tesco-nak a pénze, hanem az adófizetők pénze kerülhessen politikai munkát végző szervezetekhez. Gondolom ez erre akart szerkesztő úr is kiukadni. Maximálisan egyetértek, hogy például a CÖF-nek a finanszírozása állami vállalatok, mint a Szerencsejáték ZRT és az MVM által, az súlyosan törvénysértő, erkölcstelen és egy nagyon rossz pártállami gyakorlat. Tehát mi távolról sem csettünk semmi hasonlót, szeretném hangsúlyozni, de egyetértve azzal, hogy ez aggály lehet, én helyeslem azt, hogy az egyesületnek az akciónak a szervezői visszavonták a pályázatukat. Szép augusztusunk lesz Hódmezővásárhelyen, megtartották a sajtótájékoztatót a Szent István napokról. Így van, és ez egy példátlan kezdeményezés most, két szempontból legalább. Példátlan változatos, példátlan hosszú ez a program. 10 napos lesz a Szent István napok Hódmezővásárhelyen és a Borfesztivál. Tehát ez mindenképpen egy önmagában is érdekes dolog. Ennek kockázata is vannak, azt szeretném hangsúlyozni. 2 hétvége van benne, és nem kétlem, hogy a 2 hétvégén, amikor a legnagyobb tömegeket vonzó koncertek és rendezvények lesznek majd, akkor biztosan lesznek kellő számban a téren. Én azt szeretném javasolni a vásárhelyeknek, hogy ha módjukban áll, akkor természetesen a 2 hétvége között is látogassák a műsorainkat, programjainkat, és látogassák a standokat is, az árusokat, borászokat, támogassák őket ezzel, hogyha már ilyen hosszú időre bevállalják, azt úgy tudom, 25 borász is itt lesz, ha ilyen hosszú időre bevállalják, hogy érje meg nekik. Tehát ez tényleg a vásárhelyeken múlik, én nagyon remélem, ami régi célkitűzésünk, hogy életet hozzunk a belvárosba, egész nyáron, minden szombat este változatos jó programok vannak, filmek, koncertek, színelőadások. Most ez a 10 napos ünnep kiemelt jelentőségű lesz, nagyon szép nagy programokkal. Egy másik sajátossága ennek a tevékenységnek, és itt Gyöngyösi Ferencet és munkatársait, valamint Gábor Lárkát, Nahimi Pétert és a BFMK munkatársait illeti a dicséret, ugyanis ezt a szép és változatos programot töredék áron hozzák ki ahhoz képest, ami 6 évvel ezelőtt, 2017. augusztusában egy 3 napos program került 60 millióba, akkori pénzen a városnak. Most, amikor fele annyit se ér talán a pénz, akkor 43 millióból úgy jön ki ez a 10 napos rendezvény, hogy még 5-6 millió forint bevétele is van a városnak. Tehát, hogyha most azt nézzük, hogy a bevételekkel csökkentett költség, akkor az 37 millió, 10 napra elosztva nincs 400 ezer forint egy napra. Akkor számolom, 4 millió. Nincs 4 millió forint egy napra, akkor 20 millió volt napra lebontva 6 évvel ezelőtt, és 6 évvel ezelőtti 20 millió az most körülbelül 40 lenne. Tehát óriási különbség van, mi takarékosan tudunk változatos jó programokat nyújtani, mert hát okosabbak vagyunk és nem lopunk. Csak a kezdésre térjünk még ki zárásképpen. Bagosi Brothers? A Bagosi Brothers lesz a talán a legismertebb fellépünk, azt hiszem, és ez 11-én kezdődik, még azt is elárulom, hogy ezt a 10 napos fesztivált, ezt éppen az ő elérhetőségük motiválta. Ők, amikor megkerestük őket, hogy a Szent István napokon fellépnének a vásárhelyen, ők 11-én értek csak rá, de később már nem. Úgyhogy ekkor döntött úgy Kovács Magdolna és Gyöngyösi Ferenc, hogy akkor csináljunk 10 napos fesztivál, töltsük föl programokkal, helyi együttesekkel, helyi fellépőkkel, és ez örülök neki, hogy őket is tudjuk ezzel támogatni, egy színes programot, és természetesen országos jelentőségi fellépőink is lesznek sokan.
Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, nézőinknek a figyelmet köszönjük. Az időben legközelebb 2 hét múlva jelentkezik, tehát a jövő héten kimarad ez a műsorunk, illetve híradóból is csak egy lesz. Egy technikai leállás lesz a televíziónál, de aztán folytatjuk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!